Ezt már igazából egyszer megtanultuk ezt a műsort. Spanyolországba készülnek nyáron a tolnai ifjúsági fúvós zenekar tagjai. Emiatt már lázasan próbálnak, nem véletlenül. A nemzetközi bemutatkozásra ugyanis egy rangos verseny keretén belül kerül sor. Júliusban kerül megrendezésre, 13-ától 17-ig, és 14-én lesz a mi korcsoportunk, vagy kategóriánk, úgyhogy erre készülünk most január óta. A zenészek már évek óta próbálnak részt venni ezen a versenyen, sőt két évvel ezelőtt már el is dőlt, hogy odavárják őket. A koronavírus járvány viszont eddig mindig közbeszólt. Ez most már lassan két éve húzódik ez a dolog, ugye itt a vírushelyzet miatt sajnos nem tudtunk kimenni az eredeti időpontban, és a spanyolok úgy döntöttek, hogy akkor, amikor, tehát eredetileg megrendezték volna két évvel ezelőtt, ugyanazt a pár zenekart hívják meg erre a versenyre, és akkor úgy minden marad a régiben, csak eltolt időpontban. A verseny szabályzata szerint egy autentikus spanyol darabot is elő kell adniuk a nevezőknek. Ez pedig igazi kihívás a tolnai zenészek számára. Spanyol képek az a címe. Hát egy ilyen tipikusan spanyolos ritmusokkal és hangzásvilággal ellátott darab. Szakmailag azért kihívást jelent nekünk. Ugye mi nem ebben szocializálottunk, ebben a hangzásban, meg ritmikában, és hát nem könnyű nekünk megtanulni. Nyilván egy ilyen anyanyelvi környezetből egyszerűbb dolgok van a versenyzőknek, megbirkózzunk vele, én úgy látom, hogy azért szépen össze fog állni, emellett kell játszanunk majd egy szabadon választott művet, van egy időkorlátja a darab választásoknak, azt hiszem a mi kategóriánkban 20 percet lehet összesen játszani, illetve van egy olyan darab, amit nem zsűriz a zsűri, viszont hát ilyen bemelegítő jelleggel mégis azért ott el lehet játszani a teremben, és akkor ezzel kipróbáljuk, hogy milyen a helyszín. A tolnai zenészek tehát nyáron Spanyolországba utaznak, hogy az ottani közönség szívét is meghódítsák.